csatlakozzatok be pár szóban. Levi, kezdjette. Mesélj egy pár szót magadról. Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szabados Levente vagyok. És hát mindig azt szoktam mondani, hogy én vagyok az a gírbe-gurba pályájú ember, aki mindig ugyanabban foglalkozik, mert eredetileg programozóként, később buddhista teológus, meg kognitív tudományokkal foglalkozó emberkeként, aztán utóbb meg megint mesterséges intelligenciával foglalkozó emberkeként szerintem ugyanazt a dolgot kalapálom. Kicsit a hátteremről, ami talán itt ebből a témából relevánsabb, kutatásvezetőként működtem egy pénzügyi területeken modellező cégnél, aztán pedig Gergővel alapítottunk együtt egy kellemes startupot, ami aztán mindenféle közép-európai díjakat is nyert, ott kifejezetten mesterséges intelligencia rendszereket, azon belül is nyelvfeldolgozással próbáltunk tudásmenedzsment területen segíteni akár Big Four résztvevőknek is. Azóta, amit csinálok, Gergővel együtt tanítunk a Frankfurt School of Finance and Management-en kétféle embertípust. Egyrésztről tanítunk vezetőket arra, hogy mi is ez a digitális transformáció, azon belül is az AI, illetve hát amikor éppen másik sapkámban vagyok, akkor tanítok Masters of Data Science hallgatókat, kifejezetten deep learningre, nyelvtechnológiára, Frontiers of AI nevű órán, meg itt, meg ott, illetve itthon is tanítok a Kürt Akadémián, meg egyébként egy francia egyetemen is. Meg tanácsadóként mindenféle elvetemült projektben vagyok jelen, ahol azért megpiszkolom a kezemet, Alzheimer kutatástól a vonatfékeknek a pumpában a féknyomás általi prediktív előrejelzésén át a mindenföldi jó, tehát ahol adat van, ott én igyekszem lenni. Szuper! Hát köszönjük a gyors bemutatkozást. Gergő? Igen, sok mindent elmesélt már Levi a közös múltunkról. Én közgazdászként végeztem, és aztán szervezetfejlesztési tanácsadóként dolgoztam sokáig, és utána alapítottuk együtt ezt a céget a tudásmenedzsment rendszer témában. Utána én is ebben a tanácsadás területen dolgoztam, és tehát tanítunk is együtt, én vagyok mindig az, aki jobban az üzleti oldalt képviseli, Levi inkább az, aki a technológiai oldalt képviseli, és így azt hiszem mind a ketten hivatkozhatunk magunkra, úgyhogy mi vagyunk a hídemberek, akik összekötik az üzleti meg a technológiai világot, és sokszor ilyen magyarról magyarra fordítást vállalunk, hogy az üzleti problémák lefordítása technológiai nyelvre, vagy technológiai lehetőségek lefordítása üzleti nyelvre. Az elmúlt két évben nekem a legfőbb tevékenységem az volt, hogy a Magyarországi Mesterség és Intelligencia Koalíciónak voltam a szakmai vezetője. Annak keretében koordináltam, hogy kidolgozzuk Magyarország Mesterség és Intelligencia stratégiáját, és most nyártól pedig két nagy sapkát vettem fel. Az egyik, hogy a stratégiában meghatározott automatizált ügyintézés magyar nyelven című transformatív programnak vagyok a programkoordinátora, ami a magyar nyelv digitális térben való gondozását és nyelvtechnológia fejlesztését ökoszisztéma szinten próbálja koordinálni. A másik nagy kalap pedig, hogy az EGRU-val dolgozunk egy adattárca nevű koncepción, ami pedig az embereket szeretné jobban segíteni, hogy a saját adataikról rendelkezhessenek, hogy kinek akarják átadni, kik azok, akik abból pénzt tudnak csinálni, ő is, hogy tud abból pénzt csinálni. Tehát ez egy ilyen, mind a kettő, én azt gondolom, hogy nagyon progresszív, és ezért igaz nagyon az, amit Bettina mondott, hogy nagyon izgalmas dolgokkal foglalkozhatunk. Ezzel nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat ez ügyben. Szuper, szuper. Hát köszönöm szépen, Gergő, neked is. Egy pár szót ennyire mélyen AI vonalon én nem fogok tudni mesélni. Én jó magam két kalapot viselek, én Lackó Gábor vagyok, egyrészt a Stylers, mint szoftverfejlesztő cégnek az alapítója, másrészt a másik kalapom pedig a Braining Hub-nak, mint IT képző központnak vagyok az alapítója, és én szeretnék most ugye beszélgetni Levivel és Gergővel. Remélem, Betty, esetleg van valami még, amit szeretnél te mondani, vagy kezdhetjük is itt az utazásunkat? Szerintem kezdjétek nyugodtan, mert hasonlóan Levihez és Gergőhöz én is tudok levegővétel nélkül rengeteget beszélni, szóval én átadom nektek a szót, és
szólni fogok, hogyha már esetleg valamilyen témakörben nagyon-nagyon belemélyültünk. Jó, jó, köszi szépen. Jó, igazából egy magasrögtű kérdéssel, illetve egy meghatározással érdemes lenne kezdenünk, hogy elmondanátok, hogy mi is az az AI? Mi a fogalom, amiről mi most itt beszélünk, hogy egy dologról beszélgessünk aztán a téma végéig? Hát úgy érzem, hogy ez a labda, ez elsősorban nálam pattan. Ugye mindig azzal szoktam viccelődni a hallgatóknál is, hogy megmondom nekik, mi a mesterséges intelligencia, megmondják nekem, mi a természetes. Szóval, hogy ez egy eléggé nehéz kérdés, mert amikor mi intelligenciát csinálunk, így emberek, akkor több mindent csinálunk. Tehát egyrészt, ha valakire azt mondjuk, hogy intelligens, akkor lehet, hogy azon gondolkodunk, hogy milyen jellegű specialista tudása van, és felhalmozott valami olyan képességeket, hogy tud, nem tudom, atomerőműveket irányítani, vagy valami hasonlóan bonyolult dolgot. De hát amikor gondolkodunk amúgy intelligenciáról, akkor ilyen egészen természetes készségeket is, vagy képességeket is tudunk emlegetni, gyorsan felismerünk mintázatokat, egy helyzetben jól eltájékozódunk, stb. Stb. Történetileg, amikor a mesterséges intelligencia, ez egyébként egy 1955-ös fogalom, ha ez bárkit is érdekel, tehát, hogy nem egy mai gondolat, amikor mesterséges intelligenciával kezdtek el foglalkozni emberek, akkor nagyon erősen arra helyezték a hangsúlyt, hogy a specialista tudást valahogy leképezzék. Tehát ezért volt előbb sakkozógép, aki megverte a sakknagymestert, mert ez egy jó körülhatárolható, szabályok által lefedhető szakmai feladat kvázi, tehát egy olyan szűk szaktudás, és azt gondoltuk, hogy hát ez a nehezebb, tehát hogy ugye egyetemre később jár az ember, mint óvodába, és akkor így biztos, hogy ha az egyetemi dolgokat meg tudjuk oldani, akkor majd milyen jól meg tudjuk oldani az egyszerű képfelismerést, meg az ilyen jellegű dolgokat. Hát képileg marhára nem így van, hanem pont a feje tetején. Kiderült, hogy egészen sok munkával irányítási rendszereket le tudunk írni, hogyha nagyon jól ismerjük, hogy mik ott a szabályok. De hát abban, hogy különböztessük meg egy kis cicát egy kis kutyától, az egy kicsit nehezebb a helyzet, mert hát nem nagyon látjuk a szabályokat. Tehát, hogy valami mintafelismerést kéne csinálnunk, inkább a gépeket tanulni kéne hagyni, vagyis hogy arra kéne rávenni, hogy nem gépi tudást, hanem gépi tanulást csináljunk. Ezért manapság, amikor mesterségi intelligenciáról beszélünk, mesterséges intelligenciáról, ne siessek, akkor gépi tanulásról beszélünk tulajdonképpen. Annak is mostanában egy eléggé divatos formája az úgynevezett mély neurális hálós gépi tanulás, ami nagy léptekkel halad előre, és akkor ilyen jellegű helyzetekre gondoljatok, amiket egyébként nagyon nehéz lenne szabályok alapján megoldani, hogy mondjuk videón arcfelismerés, vagy szövegfeldolgozás, esetleg hangátírás a szöveggé, fordítás nyelvek között, avagy olyan kontroll problémák, mondjuk mint a Go, vagy a World of Warcraft, vagy akármicsoda, ami már olyan bonyodalmas, és olyan kevéssé tömören leírható probléma, amire muszáj valami tanulógépet kitalálnunk, tehát mostanság ebből a nagy dimenziós, strukturálatlan adatból való tanulás. Ez a mi szakmánk. És egyébként a sokszor itt felmerül a másik fogalom is, a data science fogalma, hogy egyáltalán ez valamilyen szinten különbözik ettől, mert valahogy sokan külön is emlegetik, de valahogy egybe is, hogy ezt te hova helyeznéd? Igen, erre ugye azt szokták még mondani, hogy minden, ami Python kódban van, az gépi tanulás, és minden, ami PowerPointban, az mesterséges intelligencia. Vagyis, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen közegben van ez a dolog előadva. Mondhatnánk azt, és egy klasszikus statisztikus mindig azt mondja, hogy mindenki statisztikus. A gépi tanulással foglalkozók is statisztikusok, a deep learning szakemberek is statisztikusok, meg a data scientistek is statisztikusok. Ez így szépen hangzik, de hogy hát azért vannak lényeges különbségek. Méghozzá abban, hogy a data science talán úgy fognám föl, hogy az adatoknak az ember számára való fogyaszthatóvá tételét tűzi ki célul, vagyis hogy olyan jellegű belátásokat próbál támogatni, amikor valaki el szeretne dönteni valamit, mondjuk vezetőként, és hát jó, szeretné ezt valami gyakorlati, empirikus alapra helyezni, adat alapra helyezni, de hát ezek alapján valamilyen
alkalmazott statisztikai módszereket is használ, hogy belátáshoz jusson. Amikor meg azt mondjuk, hogy hát pusztán gépi tanulással vagy tisztán gépi tanulással foglalkozunk, akkor egy kicsit a másik irányból jövünk, és azt mondjuk, hogy van valamilyen konkrét előrejelzésünk, vagy olyan helyzet, amiben szeretnénk mondjuk döntést automatizálni, és nem az a kérdésünk főként, hogy én belássam, hogy mi folyik, hanem hogy legyen mondjuk egy paradicsom szortírozó masina, ne kelljen belátnom, hogy minden egyes paradicsom érett vagy éretlen, hanem szortírozza ki helyettem, ismerje fel, hogy ez most kék vagy kék paradicsom, vagy zöld paradicsom, visszat félretéve, tehát pirose vagy zöld, és aztán utána, hogyha ez megvan, akkor hajtsa is végre ezeket a dolgokat, tehát nem a belátásom, hanem a cselekvésem felől nézem a dolgokat. Ekkor nem annyira data science-ről, inkább valami alkalmazott machine learningről beszélünk. Jó, jó. Én azt gondolom, hogy akkor ezt a részét egy... Igen, talán annyival elegíteném ki, hogy három... Mondd csak, Gergő. Mint hogyha eltűnt volna. Na. Gergő, meg vagy? Azt hiszem, van valahol valami késés a rendszerbe. Igen, igen. Egy apróbb. Meg vagyok, én hallok titeket, ti hallatok? Igen. Hallunk, igen. Hú, egy jó 5 másodperccel később, ez izgalmas lesz. Jó. Azt akartam csak mondani, hogy 3 nagy fogalom van, amit jellemzően össze szoktunk mosni. Van a data science, van az AI, meg van az automatizáció. És a data science az, amit Levin mondott, hogy valami információt kinyerni adatokból, tehát valami, ami ember számára hasznos egy döntéshozatalhoz. Van a gépi tanulás, ami igazából egy eszköztár, amit néha a gépi tanulást az data science elemekre használjuk, néha meg tök más dolgokra. Tehát az eszköztára benne van a data science-nek sokszor a machine learning. És van az automatizáció, amikor meg azt akarjuk, hogy valami önállóan legyen képes elvégezni dolgokat, amiket megint tudunk nagyon klasszikus eszközökkel csinálni, hogy szabály alapon, megmondom, hogy ha itt van ez a hogyha először csukd össze a karodat, emeld föl, fordítsd át, ragd le, ebben semmi okoskodás nincs, mégis automata, a mosógépem is automata, semmi okos nincs benne, de fel lehet őket okosítani, hogy csak akkor induljon el, ha beleraktam legalább 5 kilót, ugye ez egy pici okosság, de egy gépnek felismerni az, hogy és ha ott van az a konkrét dolog, akkor a sarkánál fogja meg, akkor ez a sarka dolog, ez egy nem annyira triviális történet, ezekre is lehet gépi tanulást használni. Tehát a gépi tanulás, meg a mesterség és intelligencia, ez inkább egy eszköztár, amit több területen is lehet használni. Szuper, szuper, köszönjük. Itt igazából én úgy gondolom, hogy ezt a részét akkor így helyre tettük. Én átvágtatnék egy olyan témára, ami viszonylag aktuális, és ugye tavaly, azt hiszem ősszel hallottuk is, hogy itt a mesterséges intelligencia stratégia megszületett Magyarországon. Gergő, erről egy kicsit dióhéjban tudsz mesélni nekünk? Ugye te voltál itt a szakmai vezető, jól látod ennek a részét, hogy mi fog folyni, mi fog történni? Igen, ugye itt az volt a cél, hogy felkészítsük Magyarországot gazdaságilag is, társadalmilag is egy olyan nagy változásra, ami a következő 10 évben azt gondoljuk, hogy nagyon meghatározó lesz mind a társadalmi folyamatok szempontjából, mind szabályozási, etikai kérdések szempontjából, mind gazdasági szempontból. Tehát csak egy pár példa, hogy az a kalkuláció, hogy körülbelül 15%-ot fog hozzáadni a GDP-hez a mesterséges intelligencia használata, mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások használata, 2030-ig, ami nagyon sok forint, és nagyjából a munkaerőpiac negyedét fogja érinteni. Tehát valakinek, tehát minden negyedik embernek valamit át kell majd alakítani a munka körén, új dolgokat kell megtanulnia, új eszközöket kell megtanulnia, vagy teljesen új módon kell végezni a munkáját, vagy új munkákat kell végeznie. És ez 10 éves időtávon ez egy hatalmas szám. Tehát, hogy ezre mind a két irányból fel kell készíteni a gazdaságot is, meg a társadalmat is, és ezért építettünk fel egy olyan stratégiát, amely egyaránt fókuszál az adatgazdaságnak a működtetésére, amiről még szerintem fogunk beszélgetni, hogy ez egy nagyon fontos komponens, minden mesterség és intelligencia
motornak. Ugye az alkalmazások, meg a fejlesztések, az oktatás, a szabályozás, infrastruktúra építése, meg különböző iparágaknak a felzárkóztatás, hát nem is felzárkóztatás, mert ez inkább ilyen jövőbe tekintő dolog, hogy hogyan lehet még versenyképesebbé tenni iparágakat, mint a gyártás, vagy az egészségben, hogy lehet alkalmazni. Tehát, hogy ez nagyon széles spektrum. Ha valakit érdekel egyébként bővebben, az ai-hungary.com-on tudja elolvasni az összes ehhez kapcsolódó dolgot, meg a stratégiát is magát. Talán még amit érdemes kiemelni, hogy 4 intézmény indult el nagyon rövid távon már a stratégia nyomvonalában. Az egyik a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, amely a teljes adatvagyonnak a menedzsmentjéért felel. A második a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, ami egy kutatói hálózatnak az indítását segítette el, és az ipar felé való nyitás. Ez is szerintem nagyon sokaknak lehet érdekes, hogy olyan partnerségek alakuljanak ki, ami mindenkinek gyümölcsöző és praktikus eredményeket hozzanak, kutatási eredmények. És ugye az EMI Innovációs Központ, ami meg a KKV szektornak szeretne segíteni abban, hogy hogyan legjobban használni a mesterséges intelligenciát, bevezetni az ő versenyképességüket, támogatni, és ugye továbbra is viszi magával a koalíció az egész stratégiának, az EMI koalíció az egész stratégiának a működését. Úgyhogy ez az a rész, ahol jobb, ha megállok, mert végtelenség lehet hol beszélni. Jó, hát igazából, ha jól sejtem, akkor ez a 10 év 2030-ig, ami ugye itt prognosztizálva van, jó, rá kell lépnünk a gázpedálra, hogy felvegyük mindannyian, mint üzleti, minden más oldalról a versenyt, és fel tudjunk zárkózni tényleg technológiailag, és egyébként mindsetbe is. Így van, nagyon fontos mind a kettőt kiemelni. Jó. Picit térjünk át arra a témára, hogy hol állunk mi most itthon, nemzetközi szint, hol van tőlünk, mit láttok most a nemzetközi piacról, hol vannak mozgolódások, mely akár itt a szektorokat is már elkezdhetjük érinteni. Mik a benyomásaitok? Illetve még mielőtt belevágnátok ebbe a témakörbe, kedves nézőkiteket pedig csak buzdítani tudlak arra, hogy nyugodtan tegyétek fel a kérdéseiteket, kapcsolódjatok be ti is a beszélgetésbe. Én figyelem a Q&A section, nyugodtan kérdezzetek, meg lesznek rá a válaszok. Bocsánat, hogy közbevágtam, csak itt láttam, hogy közben valaki felnyújtotta a kezét virtuálisan, szóval nyugodtan kérdezzetek. Szóval akkor a labdát dobom nektek. Igen, és hát egy lépésben hadd lépjek egy kicsit hátrébb, és hadd beszéljek arról, hogy amikor azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, akkor egyrésztről persze mindenki Terminátor víziókkal hozakodik elő, másrészt meg a kutató laboratórium víziója. Tehát, hogy van a nagyon távoli, ott van messze, van Google, és az olyan nagy, meg drága, meg iszonyú sok szakember van benne, és azok csinálják a magic. Tehát, hogy valahogy van ez a megélés, hogy a gyakorlati üzleti élettől az is elválaszt minket, hogy kicsik vagyunk, hogy nincs elég tőkénk, hogy nincs egy R&D departmentünk, aki kutatással foglalkozik. A nagyon érdekes, ami történt körülbelül 2012 óta, az egy folyamat. Méghozzá az, hogy eredetileg ugye valóban az áttörések azok nagyon akadémiai területen történtek, pár akadémiai kutató, fiatal kutatók demonstrálták azt, hogyha nagyon sok adattal tudnak etetni egy újfajta szerkezetű modellt, akkor sokkal jobb eredményt érnek el, mint azok, akik kevés adaton küzdöttek 20-30-40 évet kézzel. Ez azokat, akik mondjuk szövegfeldolgozásban dolgoztak, kicsit lehervasztott, vagy és lelkesített vérmérséklettől függően, de nem nagyon érdekelt senkit. De ami nagyon, hát most akadémikusok, szegénykeim, hát ott küzdenek. De hogy ami nagyon gyorsan megtörtént, és itt egy kevéssé ismert elem, hogy egy Leading nevű fickó, aki a Microsoft Research-ot vezette, az felfigyelte erre az egész akadémiai mocorgásra, és rögtön 2012 végén, 2013 körül azt mondta, hogy noha ők tudnak ilyet, akkor a Microsoft is tud ilyet. Ha már a Microsoft elkezdett ilyet tudni, akkor persze, hogy a Google is tud ilyet, meg hát tehát, hogy mi az, hogy az IBM nem tud ilyet, a gyerekek, hát azért ez így mégiscsak szégyen lenne, nem? Hogy a Microsoft igen, mi meg nem, hát hogy van ez.
Tehát, hogy berántotta az egész iparágat egy olyan kvázi önvalidáló ciklusba, hogy iszonyú jó eredmények jönnek ki, ezért érdemes befektetni, nem meglepő módon ezért iszonyú jó eredmények jönnek ki. Ami azt is jelenti, hogy az a fajta elzártság, amiben a mesterséges intelligencia kutatás volt, mint ilyen, nem tudom, akadémiai tevékenykedés, az egyre inkább kifejezetten vállalati tevékenykedés, tehát a mostani újító research paperöknek a döntő többsége vállalati kontextusból jön. Tehát, hogy a kutatóknak egyébként personálisan a fizetésüket egy vállalattól kapják. Ami azért meghatározza azt, hogy nem teljesen a sublótnak fejlesztenek dolgokat, meg nem teljesen érdektelenül távoli dolgokat, hanem valamilyen olyan applikáció valamivel. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogy megszületett egy olyan ökoszisztéma, ami open source elemeken, nagyon-nagyon erős open source étoszon működik, tehát kifejezetten azt mondhatni, hogy sokkal respektáltabb egy olyan újdonság, amit egyébként az újító elérhetővé is tett kódformájában is. Lehet, hogy csak prototípusként, de hitelességet ad, hogyha azt mondja, hogy íme itt is van. Nem csak elmondom, hogy működik, hanem ott van és megfogható. Ebből adódóan megjelentek azok a szereplők, startupok, többek között mi is a magunk idejében, akik azt mondták, hogy na ezeket a technológiákat viszont üzleti problémákra alkalmazni kifejezetten működik, és már egy startup méretű, tehát pár emberekből álló kisebb közösségeknek is járható. Most voltam éppen zsűri egy AI Talents nevű programban Frankfurtban, ahol ilyen 4-5 fős csapatoknak kellett 9 hét alatt ötlettől valami prototípusig eltolni egy olyan valamilyen adatalapú per akár gépi tanulás alapú megoldást, amit ott találtak ki. Tehát 4-5-en voltak, fél időben és fiatalok. Szóval, hogy ne szó sincs arról, hogy itt valaki rájuk borított volna 100 millió forintot és várt volna 3 évet. Vagyis, hogy az egészben ez a hol tartunk, hát egyrészt hol tartanak a nagyok, igen, másrészt viszont hát hol tartunk, hát ahol akarunk. Szóval, hogy nagyobb súly van rajtunk, mint hogy kitaláljuk, hogy mit is szeretnénk ebben a technológiával, mint hogy azt mondjuk, hogy jaj, de messze van a technológia. Igen, és tehát globális geopolitikailag ugye azt szokták mondani, hogy van az USA, meg van a Kína, akik egymással versenyeznek, és akkor van a footnote Europe, aki meg mindebben a szabályozási témában versenyez. Ami, tehát hogy ez bizonyos rossz nyelvek így szeretik ezt megmondani, mi nem így szeretjük mondani. Amit Levi mond, az nagyon igaz, hogy egyrészt Európában nagyon erős a kutatási szektor, tehát nagyon sok minden alakul ki a kutatásban. Sokkal kevésbé jellemző az a fajta transzláció, vagy ami hogy lesz a kutatásból valami hasznosított eredmény. Ez Magyarországra is jellemző, hogy nagyon jó kutatóink vannak, kevéssé alakult még ki az ökoszisztéma, hogy ez közvetlenül átsorogjon az iparba. Ezért is van az a fajta irányú nyomás, hogy ezek a nemzeti laboratóriumok, ezek működjenek jobban együtt a cégekkel, a cégek tudjanak többet arról, hogy mit tudnak ezek a nemzeti laboratóriumok. De az a tény, hogy tényleg minden elérhető, nagyon sok minden elérhető, és már így ilyen félkészre van csomagolva a mesterséges intelligencia témájában, ezért bár úgy tűnik, hogy iszonyatosan nagy különbség van mondjuk egy amerikai, meg egy kínai működési mód versus mondjuk egy magyar ökoszisztéma között. Ezek még nem, azt nem mondom, hogy nem behozhatatlanak olyan értelemben, hogy nem, én nem hiszem, hogy Magyarország hirtelen mesterséges intelligencia nagy hatalom lesz, de azt hiszem, hogy nagyon erősen fel tudjuk pörgetni a gazdaságot is, meg a versenyképességét globálisan cégeknek, mert még mondjuk egy 5G-ben mindig infrastruktúra heavy dolgokról van szó, meg bevezetés heavy dolgokról van szó, ami új technológia, és akkor ennek is el kell terjednie. Addig a mesterség és intelligencia alapú eszközöknek egy nagyon nagy része nem open source, és egy nagyon nagy része pedig kvázi ilyen blokkokba már előre van csomagolva, és csak így be kell tolni a különböző fejlesztési környezetekbe. Egyébként itt ti is említettétek, illetve én is olvastam egy olyan tanulmányt, ami arról szól, egy Big Four-os tanulmány volt, hogy az egyik legnagyobb kerékkötője magának ugye a technológia meg a mindset elterjedésének az még mindig az, hogy azért viszonylag kevés
szakember van, és kevés jó szakember van. És ahogy mondtátok is, hogy azért még mindig talán egy kicsit jobban a kutatási területhez van közelebb a téma, hogy ebből a szempontból ti mit láttok? Hát nekem a kedvenc példám erre mindig a porszívó. Szóval, hogy iszonyatosan zseniális gondolat kellett ahhoz, hogy valaki alapkutatásban megugorja mondjuk a mágnesesség és az elektromágnesesség kutatásából azt, hogy mondjuk stabil elektromos szolgáltatás legyen. Uram, bocsá, ebből az első villanykörte felvilágolása, az egy iszonyatos intellektuális teljesítmény volt. Nem különben egy érdekes intellektuális teljesítmény, mikor valaki azt gondolta, hogy egyébként háztartási kosz eltávolítására kellene elektromos áramot használni, amit úgy hívnak, hogy porszívó. Ez is egy nagy mentális ugrás, de nem azért, mert alapkutató volt valaki, hanem mert A. értette eleget a technológiához, hogy azért tudja, hogy hálózat, kábel, stb. Másrészt viszont egy innovatív dolgot csinált, ami egy másik mindset. Neki nem az volt a feladat, hogy tovább vigye a tudomány testét, és doktoráljon ismét valamiből, amiben bebizonyítja, hogy lehet jobban elektromágnesességgel foglalkozni, hanem hogy igenis termékötlet. Vagyis, hogy az a konkrét termékötlet, hogy bedugjuk, szív, nem lesz kosz, aszta. Tehát ez egy ilyen nagyon praktikus gondolkodást igénylő, ám de kreatív feladat. Én azt látom, hogy iszonyatos hiány van azokból, akik annyira értenek a technológiához, hogy egy termékbe be tudják érteni, belegondolni, beleképzelni, ez alapján terméket létrehozni, ami nem az az ember, akinek alapkutatónak kell lennie. Így van, és ez egy tipikus tévhit is, hogy a szervezetekben sokszor találkozunk olyannal, hogy engem is megkeresnek, hogy hát kéne nekik egy mesterséges intelligencia CTO, ami ilyen mély tanul, meg olyan PhD, meg nem tudom micsoda, és akkor kiderül, hogy igazából képfelismerést szeretnének csinálni néhány tízezer képen. És akkor így, amikor oda kerülne az ember, azonnal atomra unja magát egyrészt, másrészt őrületes összegeket fizetnének érte. És azok a modulok, amik ahhoz kellenek, hogy ezeket a technológiai elemeket be lehessen építeni az üzletbe, ahhoz igazából nem azok a kompetenciák kellenek, amitről én azt érzem, hogy sokan keresik, hogy valaki szuper AI kutató, hanem olyan széles látókörű általános fejlesztő, aki meg tudja érteni, hogy ezeket a modulokat hogyan lehet használni, mik a limitációi, hogy lehet összehasonlítani őket, érti a szélességet, és nyilván itt az EMI stratégiában is az egyik fontos elem, hogy olyan ökoszisztémát építsünk, hogy tudjunk egymásról. Tehát, hogy bár most mindenki azt gondolja, hogy magának kell felépíteni a teljes űrhajót, ettől még már nem ez van, hanem olyan komponensekből kell tudni legózni, amelyek tényleg az üzleti igényekre tudnak jól harapni, és ezért is fókuszálunk erre a fajta képzésre mi egyetemeken is, meg itt is, hogy ezeket a hídembereket, akik képesek érteni a technológiát és az üzletet is, és azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével az üzlet ebből profitálhat, azokat reálisan mérik fel. Ezek szerintünk azok, amik egy nagyon hiányzó szakma, de nem olyan fajta behozhatatlan hiány, mint nagyon sokan nem ugranak neki annak, hogy akkor mesterséges intelligencia PhD-t csináljanak, és abból azokat aztán helyezkedjenek el. És még egy kis kiegészítés, ez a reális, szóval nagyon ritka az, hogy nem két véglettel állunk szemben. Az emberek vagy úgy gondolják, hogy tulajdonképpen totálisan éretlen ez a technológia, és semmire sem jó, vagy a Józsi bácsi mindenhez is ért esete, tehát hogy olyan nincs, amihez nem ért. Mindenhez ért, mindenre jó, rá kell szórni, mint a varázsport, és megoldja magától. Hát amióta magázódunk, aztán szegény szakember. Tehát, hogy valahol azt érdemes talán végig gondolni, hogyha levesszük ezt a nagyon misztikus aurát, akkor mi az a helyzet, ahol van annyi felhalmozott adatunk, tapasztalatunk, amiből annyi mintát ki tudunk nyerni, hogy meg tudunk jósolni jövőben előforduló
helyzeteket, és ez nekünk üzleti profitot hoz. Triviális eset az az, hogyha van nagyon sok selejtről képünk, mert lefényképeztük valamiért a selejteket, vagy valamilyen módon mondjuk egy biztonsági kamera mindig lefényképezi a valamit, ami állandóan folyik. Nekünk lehet-e olyan érték az, amit egyébként ott halmozunk, amiből azt mondjuk, hogy na, ha ebből pár dolgot meg tudnánk jósolni a jövőre, hova kell tenni a polcokon a sampont, hogy jobban fogjon. Hát ebből, ez következik abban, hogy merre járnak az emberek. Hát honnan tudjuk, merre járnak az emberek? Hát onnan, hogy megnézzük a kamerákat. Tehát most ülünk ott, és egyesével emberileg fölcímkézzük, hogy ki merre néz, hát nem működik. Bezzeg, hogyha erre valamilyen akár dobozos szolgáltatást is használunk, és azt mondjuk, hogy na, ha annyit már meg tudnánk, emberek, merre néztek, merre fognak bóklászni, na, oda kell tenni az akciós sampont, mert akkor fogy nagyon. Ez egy létező use case, szóval most nem a levegőbe veszek, egy Musgrave nevű angol kiskereskedelmi lánc, ilyen Tesco jellegű kiskereskedelmi lánc, az tényleg ezt csinálja, szóval ez nem elmélet. Egy ilyen helyzetben nem alapinnováció és nem alapkutatás szintjén sikerült nagyon komolyan megtolni a sales hatékonyságot egy kiskereskedelmi területen, tehát még nem is valami nagyon magas szintű szolgáltató szektor, hanem klasszikus zsömle eladás. Egyébként ehhez csatlakozva az egyik előző meetupunkon, ahol a Walmartnak az egyik vezetője volt a vendégünk, ő említette, hogy a Walmartnak vannak olyan teszt üzletei, ami csak azért működik, hogy szét van kamerázva, és ugye figyelnek, meg néznek mindent, hogy hova mennek először, mit vesznek, és utána az összes üzletben nyilván ezeket adaptálják későbbiekben. Egyébként, ha jól értem, akkor ha van egy van adatunk, viszonylag sok adatunk, van jó technológiai rálátásunk, és van egy olyan mindset, amiért össze tudja kötni akár a felhasználási területekkel, akkor már olyan nagyon rossz fele nem irányulunk a területen, ha jól értem. Hát inkább Gergő tud erről többet, de azt úgy jelezném, hogy minden jellegű üzleti projekt az üzleti szervezet. Tehát valami szervezet csinálja ezt, és itt azért még bejöhetnek érdekes dolgok. Igen, tehát hogy igazából ugye ez a háromszög, amit mondtál, mi is ezt szeretjük nagyon hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy elinduljon egy jó technológiai vagy egy jó AI projekt, ahhoz három dolog kell, adat, az, hogy legyen valami használható technológia, mert arra képes, amit én elképzeltem, hogy azt elvele meg lehet csinálni, és olyan üzleti KPI, amitől ez egy fájdalmas problémává válik. Ugye ez viszonylag banálisan hangzik, mégis nagyon sok olyan projekt volt, ahol vagy valaki nagyon beleszeretett egy technológiába, hogy úristen, mekkora király ez a chatbot kell nekünk, nagyon kell nekünk chatbot. És igazából eddig nem voltak chat folyamataik, tehát tulajdonképpen a levegőből akartak valamit hozni, mert nagyon beleszerettek abba, hogy milyen jó a chatbot, vagy hogy hú, hát itt van nekünk mennyi adatunk, amit gyűjtünk itt a gépsorról, és akkor az majd abból lesz, itt minden önirányító lesz. Csak hát aztán nem lehetett összekötni, meg nem volt olyan technológia, ami meg ki tudta volna belőle pedig most akkor mikor kéne leállítani. Vagy ugye a harmadik, hogy hát itt minden nagyon izgalmas, csak senkinek nem fáj annyira, hogy ezt megcsináljuk. És hogy sokszor ezek a technológiák, ezek csak annyira jók, amennyire üzletileg megoldanak problémákat. És valahogy ezt a hármat, tehát hogy egy üzleti KPI tartozó hozzá, hogy mondjuk javítsuk a válaszidőnek a magálásét, vagy javítsuk a selejtarányt, vagy javítsuk a nyílnak a gépek, vagy az értékesítésnek a lead time, hogy egy csomó olyan dolog van, amiket lehet mérni, és valahogy hozzá kell kötni, de gyakran elveszünk, mivel annyira jól hangzik ez a mesterséges intelligencia, hogy mindenki annyira rámozdul, hogy úristen, AI projektet csinálunk, akkor ez szuper jó lesz, hogy elfelejtjük, hogy a nap végén ennek önfenntartónak kell lennie. Tehát, hogy, és ugye a harmadik láb, amivel kezdted, az meg egy másik szempontból még szerintem nagyon kevéssé értett történet, ez az adat, a saját adatvagyonomnak a használata, és akkor ott egy kicsit meg
megint elválasztanám, hogy ahhoz, hogy egy ilyen gép jól tudjon tanulni, kell egy csomó adat, főleg a gépi tanulási rendszereknél, kell egy csomó tanító adat. Nagyon sokszor vannak olyan rendszerek, amik már tanított állapotban érkeznek hozzám. Nem mindig az van, hogy nekem kell feltanítani, hanem tanított állapotban is érkezhetnek hozzám, és én már csak szolgáltatásként veszem meg, bármikor, amikor Facebook hirdetést adok fel, akkor tanított formában veszem meg azt az AI algoritmust, ami kiszűri azt, hogy kik az a leghasonlóbbak azokhoz a userekhez, akikkel leginkább érdeklődnek az én termékem iránt. Ugye ez egy mesterséges intelligencia algoritmus, ilyen van B2B-ben is, B2C-ben is, ugye B2C a Facebookos. De van, ahol saját magamnak kell feltanítani, hogy mondjuk az én webshopomban konkrétan ki miután mit néz meg, és az alapján ajánló rendszert építsek, azt nálam kell feltanítani. De vannak olyanok, amik nyilvános adatokon feltaníthatóak, mint például vannak olyan szolgáltatások, amik arra épülnek, hogy a satellite, hogy mondják? Műhold képek a felületét folyamatosan fényképezgetik, és ezek a műhold képek alapján nézik azt, hogy mondjuk, hogy alakul a termény, hogy alakul a nedvesség szintje a talajnak, és hogy mikor kéne öntözni. Ugye ezek senkinél nem lévő, hanem a harmadik felektől megvásárolható adatok, és akkor itt jön képbe ez az egész adatgazdaság dolog, hogy most kezd megérni az egész társadalom Európában is, meg Magyarországon is, hogy megértsük, hogy mennyire fontos része az adat azoknak a dolgoknak, ahogyan döntéseket hozunk, amilyen technológiákat építeni tudunk, és hogy emiatt a cégek adatvagyona is mennyire meghatározó, hogy ő saját adatvagyonával jól gazdálkodik-e, felhasználja a saját technológiákhoz, esetleg eladja-e harmadik félnek, aki mást tud belőle kihozni, mint amit ő tudna kihozni. Vagy ugye fordítva, hogy nem biztos, hogy nálam kell lenni az összes adatnak, amit én szeretnék begyűjteni, hanem meg tudom azt szerezni másik szereplőtől is, akár egy lokációs adatot, vagy egy profiladatot. Ezeket tök jól össze lehet szedni más területekről is. De ennek az egész piaca, ökoszisztémája, ez mi most alakul. Tehát, hogy így körülbelül olyan szinten vagyunk, mint az, hogy a régen nagy nomád népek hogyan tudtak kereskedni egymással, amikor aki véletlenül összetalálkozott valakivel, és volt valami, amit cserélnének, akkor véletlenül cseréltek, de ehhez képest egy városban egy piac tér, ahol mindenki ugyanoda megy ki, és tudja, hogy ki mit árul, az még nagyon messze van. Hát most körülbelül nomád szinten vagyunk még az adatgazdaságban, és emiatt nagyon izgalmas érteni azt, hogy hogyan lehet hozzáállni a különböző adatvagyon elemekhez, mind házon belül, mind a megvásárolható, mind az open elérhető elemek tekintetében. Még egy dologgal hadd egészítsem ki. Ugye az itt kihallatszott Gergő mondókájából, hogy ugye adat vagyon. Vagyis, hogy van egy olyan gondolkodás, és azért a tengeren túlon a nagy platformok, tehát nézzük meg, egy 15 évvel ezelőtt a legnagyobb kapitalizációjú cégek azok általában online társaságok voltak, vagy valamilyen energiaszektor per ilyen jellegű társaságok. Most a top 10-ből azt hiszem összesen már egy vagy kettő az, ami egyáltalán nem tech alapú cég. Vagyis, hogy a tech cégek iszonyúan megnőttek. Miért nőttek meg ilyen iszonyúan? Hát pont az adatvagyonukból. Vagyis, hogy abból a gondolkodásból, abból az előre gondolkodásból, hogy olyan jellegű hozzáadott értékű szolgáltatásokat adok, amikkel bevonzok vásárlókat, akik nálam valamilyen tranzakciót végrehajtanak, én ebből tanulok róluk valamit, amitől már rögtön sokkal jobb minőségű szolgáltatást tudok nyújtani, amitől persze még több embert vonok be, amitől megint tanulok, amitől stb. Ugye egészen extrém tengeren túli helyzet, ez valószínűleg Európában azért nem biztos, hogy így menne, hogy egy pár évig, mondjuk majdnem 10 évig finanszírozza valaki a Twittert, úgyhogy nem tudjuk, mire lesz az jó. Hát a Twitter azon kívül, hogy nőtt, mint a bolond gomba, és halmozta az emberek tweetjeit, azon kívül Isten igazából nem csinált semmit, de most, hogy már, hogy is mondjam, infrastruktúrává vált, most már az a probléma, ha valakit kitiltanak róla. Szóval, hogy ez egy ilyen sajátos helyzet, hogy maga ez a platformként való lét, vagyis, hogy az adatok által megfogható üzleti területnek a gondolata, az nekünk nagyon új. Tengeren túlon kevésbé új, azért ennek van ott egy kultúrája, úgyhogy erre valamilyen szinten nekünk érdemes rá reflektálnunk, hogy milyen olyan lehetőségeink vannak,
amiken egyébként adott esetben akár mellékhatásként ülünk adatokon, és elindíthatjuk ezt a folyamatot. Itt egyébként csatlakozom hozzád, Levi, hogy... És ami a diszrapció. Bocs, Gergő, mondd csak! Bocs, késleltetés. Csak én mondtam, hogy ez a diszrupció, tehát hogy sok rétegben lehet elindulni ezzel a hogyan indítsunk el egy AI transformációs folyamatot, és akkor van az a klasszikus, hogy csináljunk jobban egy meglévő folyamatot. Aztán egy kicsit az, hogy szerezzünk új feleket azzal, hogy még ilyen meg olyan dolgot is tudunk. Aztán az, hogy akár új üzleti modellt is kitalálhatunk, ugyanaz, arra a szakterületben vagyunk, és akkor ez a diszrupciós réteg, ez a platform economy, vagy network economy tipikusan az ebből származik, hogy hogyan tudom teljesen újra gondolni akár az iparágnak a fő problémáit, teljesen üzleti modell és ilyen jellegű platform megoldások mentén. Igen, és egyébként csatlakozom hozzátok abban, hogy amit ugye mondtuk is, hogy az adatvagyon, az Amazon is ugye például nem azért lett nagyon híres, meg nagyon nagy, mert ők nem tudom, valami nagyon extra szolgáltatást adtak volna azon kívül, hogy online értékesítenek, hanem igazából az volt az előnyük, hogy nagyon korán észrevették ezt, hogy az adatvagyon az mennyire értékes, és okosan elkezdték ezt használni. És egyébként itt például a magyar e-commerce szektorban látjuk azt, hogy még a nagyok is kevésbé tekintenek adatvagyonként a vásárlóikra, inkább mint egy online store-ra csak, hogy igen, az legyen kényelmes, legyen neki jó, hogy ahogy bejön és online vásárlását végigvezetjük, hogy az legyen egy jó érzés, de hogy kevésbé törekednek arra, hogy ez az adatvagyon, ez valójában aztán újra a hasznosításra kerüljön. Úgyhogy, ahogy mondjátok, a tengeren túlon egy picit más a lépték. Hát meg azért egy picit... Igen, ebben egyébként sok helyem... Gergő, nálad adatban. Jó, tehát hogy ezért ebben én látok nagy változást. Én több ilyen előadást is, meg ugye a koalíciós munka, meg az adattárcás munka kapcsán is látom, hogy a retailben is, telekomban is, bankban is kezdenek ki nevezni adatmonetizációs menedzsert, akinek az a feladata, hogy valahogy az adatot hogyan lehet a legjobban felhasználni, és hogy visszapörgetni, és hogy látom, hogy milyen nehéz számukra eladni a saját tevékenységüket a cégen belül. Tehát, hogy történik is ez, de nagyon nehéz is. Hát, illetve még egy kiegészítés, hogy amit szerintem, persze ez most ilyen rettentesen filozofikus alapelvnek tűnik, de szerintem nagyon is gyakorlati, azt mondani, hogy amikor az emberről megfigyelnek valamennyi viselkedést, akkor általában vagy rögzítünk valamennyi adatot, akkor mindig többet rögzítünk, mint amennyit az eredeti kontextusban akartunk használni. Ez a Musgrave ilyen szempontból jó volt, mert mire akarták használni eredetileg a videókamerákat, tehát arra, hogy megnézzük, hogy van-e bolti lopás, vagy be kell avatkozni, mert mit tudom én, valaki szétveri az áruházat. Tehát teljesen szűken értelmezett célból gyűjtöttek valamilyen adatot. Az megint más kérdés, hogy szerintem az igazán érdekes és kreatív ilyen platform kialakító gondolat, az azt mondja, hogy és mire még? Ugyanaz, amink van, mi másra jó még? Tudunk-e valami olyasmit mondani még abból, amit megfigyeltünk, ami egyébként jó egy másik üzleti szereplőnek, jó egy másik jellegű szolgáltatásnak. Lehet, hogy pont nagyon kitérő módon. Lehet, hogy abban segít egy telekommunikációs cég marketing ügynökségeknek, hogy hova kell elhelyezni reklámtáblákat, mert hol van nagy forgalom. Neki nem elsődleges célja valamilyen módon a forgalomnak az IET-n predikciója, neki az a fontos, hogy mindig meglegyen a lefedettség, és hogy mindenkinek annyi frekvencia jusson, hogy ne szakadjon meg a hívásra, és ne legyen nehézsége. De mellesleg ehhez muszáj volt megérteni, hogy az emberek hol mozognak, mert hát oda kell tenni a több cellát, ahol több ember van. Ja, mellesleg ebből következik az is, hogy hova kell tag reklámtáblákat kitenni. Hát persze, mellékhatás. Szóval, hogy az ilyen jellegű melléktermék a gondolata tud egy platformot létrehozni valahol. Amazon ugyanígy, az Amazon egy könyvesbolt volt, csak melléktermékként muszáj volt jó logisztikát csinálnia. Ja, hogy most már a világ legjobb logisztikai vállalata, és kiszorítja a
Németországon belül például nagyon sok eredetileg, mondjuk az Otto katalógus, mint ilyen 90-es évek nagy sláger, retail katalógus alapú rendeljük otthonra papucsot dolog, most már egy az egybe kénytelen az Amazont választani, mint logisztikai partner, mert egyszerűen gyorsabban és jobb minőségben ér oda minden, ha az Amazon csinálja. Mégiscsak egy könyvesbolt mellékhatása. Jó, itt igazából említettétek már többször is, hogy vannak bizonyos tévhitek, például, hogy ez túl nagy falat, én ebben kicsi vagyok hozzá, nehezen tudok hozzáfogni, ez csak a nagyoknak a játszótere. Vannak-e ilyen jól definiálható tévhitek, amiket így meg tudnánk cáfolni most, hogy feltárjuk egy picit ezt a részét is? Hát ugye ez a két véglet, a nem csinálunk semmit esete, az nyilvánvalóan remélem, hogy kihallatszott, hogy nem értünk vele egyet, hogy semmit sem kellene csinálni. De hogy a másik oldalon, amikor nekiállunk az AI transformációnak, és egy kicsit, hogy is mondjam, mint a háború megnyerése, hogy így most fölállnak sorba, oszlopba csapataink, és megrohamozzuk az AI transformációt, és akkor mindenki csak és kizárólag ezt helyezi homlok terébe a tevékenységének. Ez általában szervezetileg a masszív szabotázs irányába szokott. Tehát, hogy mondjam, mindenki csinálja ezt, jó, csináljuk, és csináljuk azt, amit eddig. Mert hát ugye a munkánkat azt nem ártana csinálni, most a nyakunkba akasztották ezt az AI izét, jó, hát köszi, hagyjál ezzel békén. Tehát, hogy általában, amikor így egybe akarjuk lenyelni az elefántot, az megakad a torkunkon. Tehát, hogy valami olyasmit kellene talán elgondolkodni egy szervezetnek, több megközelítés létezik ebben is, de az egyik megközelítés az talán az, hogy vannak-e olyan elemek, területek, ahol egy-egy kis területen megtapasztalni, hogy működik egy ilyen projekt, és bizonyságot nyerni arról, hogy lám, ez nem egy több éves dolog volt, csak egy pár hónapos, nem több százmilliós, csak egy néhány milliós. Itt működött, megtanultunk egy csomó mindent belőle, többek közt kis kockázattal adott esetben belefutottunk zsákutcákba. Na mi lenne, hogyha ilyeneken tanulnánk pár helyen, ilyen jellegű dolgokon, és akkor abból azt mondjuk, hogy na, a szervezeten belül is azt lehet mondani, nem azt, hogy meghirdetjük az AI programot, hanem nézd, szomszédodnak jobban megy. Hű, hát ez nekem is kellett, ez tök jól működik, de szórakozz. Hát ennyiből izé, hát összejött a megy neki, hát nem ár. Szóval valahol ez a fajta ilyen lighthouse project, vagy bizonyíték, belső bizonyítékoknak a megnyerése szerintem egy jó stratégia. Igen, és a tévhitekhez kapcsolódóan ez nagyon fontos, hogy amit a Levi mondott, az onnan jön, hogy a legutóbbi ilyen nagy hype, ami cégeknek volt, az az ERP bevezetés, hogy mindenkinek kell egységes rendszer, vált irányítási rendszer, na az egybe fájt, és azt nem csináltuk végig, akkor az nem lett jó. És hogy ehhez képest az EMI az egy kicsit más, tehát egy kicsit más, hogy kell hozzáállni, sokkal inkább érdemes egy folyamatos szervezeti tanulást bevezetni. Tehát közelebb van az agilis, meg a lean vezetéséhez, mint egy ERP rendszer bevezetéséhez. Én azért kiemelném, hogy nagyon sokszor az a nagy feltételezés, hogy az AI az a robot. Tehát, hogy ez valami testtel rendelkező, emberszerű dolog, de legalábbis beszélgessen velem. És hogy ehhez képest rengeteg területen van mesterséges intelligencia, amit lehet használni, tehát mondjuk egy ajánlórendszer egy webshopban is AI, vagy egy gyártósort monitorozó rendszer, amely analizálni tudja azt, hogy mikor fog valószínűsíthetően elromni, az is egy mesterséges intelligencia, tehát hogy rengeteg formában tud megjelenni ez az egész történet, és hogy nagyon sok, ami másik ilyen nagyon dolog, hogy nagyon jellemző tévhit, hogy akkor nekünk itt most ezt le kell fejleszteni, minden magunknak kell megcsinálni. Rengeteg olyan eszköz van, ami ilyen off-the-shelf eszköz már, amivel el lehet kezdeni kísérletezni, hogy az hogyan tud nekünk segíteni. És még egy dolog van, amivel én rendszeresen találkozom, amikor így arról kezdünk el beszélgetni, hogy nekünk ilyen AI, meg olyan AI, hogy nézzenek körül a tégek a saját már használt eszköztárukban, mert nagyon sok esetben
van egy olyan kiegészítés hozzá, hogy és akkor a CRM rendszerhez lehet csatolni egyébként AI-t is. Vagy a PowerPoint-ban is van AI, és az is működik, vagy az ajánlórendszerekben, vagy a webshopban, amit használnak, abba lehet berakni viszonylag egyszerűen. Tehát, hogy ezt a fajta bizalmat, amit ugye a másik oldalra nagyon nehéz jól megcsinálni, mert néha meg, tehát nagyon közel van egymáshoz a science fiction, meg a bagatell. És hogy mondjuk egy levélre automatikusan kiküldeni egy formát, az már viszonylag standard, de egy levelet automatikusan megválaszolni, az meg még viszonylag science fiction. És a kettő között ugye emberileg így ilyen józan paraszti eszközzel nincs sok különbség, de technológiailag nagy különbség van. Tehát ez a fajta érzés, hogy akkor mi az, ami ráérzés, hogy mi az, ami már értelmesen elérhető, sőt, szinte bagatell, és mi az, ami meg nagy fejlesztést igényel, nagy befektetést igényelhet, az az, ami szerintem nagyon fontos, hogy jól értve legyen. Igen, itt nekem is egyébként az jut eszembe, hogy mint egy agile transformációnál, hogy sokan próbálkoztak, nem mondjuk ki a nevüket, nagyvállalatok is, akik ugye szerettek volna átállni nagyon-nagyon gyorsan, és eléggé belebuktak itt az agilis transformációban, mert ugye egyszerre mindent szerettek volna transformálni. Itt is akkor ugyanezt érzem, hogy ahogy Levi, te is mondtad, hogy kezdjük el picibe, nézzük meg akár egy kis részen, egy kis egységbe, vagy amit Gergő, te mondtál, hogy nem kell teljesen nulláról indulnunk, hanem vannak akár már jól működő félkész, kész, dobozos megoldások is. Mi az, ami még tudja segíteni, hogy tehát például szervezetileg, hogy kellene felépítenünk ezt a csapatot, vagy ki kellene hozzá, milyen szerepek, milyen szereplők? Hát itt ugye két dologról is beszélhetünk. Az egyik szemlélet azoknak a dolgoknak az optimálisabban végrehajtása, mint eddig. Tehát egy olyan típusú, keressük az alacsonyan függő gyümölcsöket, hogy ilyen anglicizmussal éljek, tehát hogy megpróbáljuk megtalálni azokat az egyszerű lehetőségeket, amik a mostani folyamatainkban jobbá tesznek dolgokat. Tehát megy valaki körbe-körbe a szervezetben, és mindenkit piszkál abban, hogy miben segíthet, abban, amit most csinál. Tehát nem szétverve mindent, és újra kezdve a fehér papíron megtervezni a vállalat életét, hanem inkrementálisan javítva. Ez egy típusú tevékenység. A másik típusú tevékenység az egy kicsit más embert igényel, akik hajlandóak bele lelkesedni, akár nagyon távlati, nagyon újszerű, radikális megoldásokba. Ők pedig inkább valami olyasmit tudnának elképzelni, hogy de milyen üzleti ötlettel lehetne újonnan a piacra lépni, tehát nem is azt csinálni, amit adott esetben eddig csináltunk, hanem valami tök mást, mert az mennyire érdekes. És hát szervezetileg is ez két elhelyezkedést igényel. Az egyik az valami nagyon is a szervezetbe ágyazott csapat, akiknek a szervezeten belüli optimalizáció, a lehetőségek ápolása, felismerése, művelése a feladata. A másik az meg inkább a szervezeten kívüli ilyen spin-off jellegű dolog. A pár őrült, akire rábíztunk valamennyi időt, meg valamennyi erőforrást, és elküldtük őket a Vadnyugatra, aztán hát vagy visszajönnek, vagy nem. Szóval, hogy ha lehet, hogy sikerül nekik, és akkor úristen, mekkorát dobtak, hát lehet, hogy nem sikerül nekik, mert egy nagyszerű ötlet volt, csak aztán a világ mégse igazolta. Tehát, hogy ha megnézitek, mind a kettőben ugyan van szerepe a technológiának, de iszonyúan nagy szerepe van valamilyen üzlethez való hozzáállásnak. Az egyik esetben az üzleti folyamatot optimalizáló üzleti szereplő vette föl az AI szemüveget, a másikban pedig egy innováció menedzser vette föl az AI szemüveget. De mind a kettőben valamilyen módon az üzlethez kötődő személy sajátított el AI tudást, és nem pedig feltétlen fordítva, hogy elmentünk az akadémiára levadászni két doktort, aki majd megmondja, mit csináljunk. Nem mondja meg, mit csináljunk, mert nem érdekli.
Nyilván ez nagyon függ attól, hogy milyen a szervezetnek a fő típusa, tehát hogy vannak olyan szervezetek, akik azt mondjuk, hogy muszáj neki legyen valami házon belüli AI, head of AI, aki ebben a témában mocorog, de Magyarországon azért több olyannal találkozunk, ahol egy olyan lelkes ember, akinek jó gondolkodás, nyitott feje és remek keresési képességei vannak, mert be tudja írni, hogy probléma plusz AI, az milyen megoldásokat hoz ki, és ebben el tud tájékozódni, és el tudja különíteni egymástól a zajt és az információt, az már egy nagyon jó kiindulási pont tud lenni. Mint a Levi mondott, ezt ilyen hasonlattal a HR business partnerhez szoktuk hasonlítani, és amit szoktuk néha ilyen AI business partnernek hívni, hogy ugye a HR business partner is az, aki nagyon érti a HR folyamatokat, de az üzlettel van, és ott próbál segíteni, és lefordítani azt, hogy oké, akkor ebből milyen HR igény következik. Az AI business partner is nagyjából ez, hogy megpróbálja lefordítani megrendelési feladattá, és aztán attól függően, hogy mekkora vállalatról van szó, mi egy német nagy céggel dolgoztunk együtt, ott ez egy nagyon széles portfólió volt, hogy most ez végül is egy megrendelési alakítjuk, ami ebből kijön, vagy egy házon belüli csapat fog ebből egy prototípus lefejleszteni, vagy ez egy rendszerintegrációs feladat, amiben már nagyobb dolgokat kell belerakni, és akkor ettől függően különböző övszínű embereket kell adatni ahhoz, hogy ezeket működtetni lehessen. De ez a fajta, tehát megint nagyon cégfüggő, de ha van egy olyan ember, aki vagy az IT oldalról, vagy az üzleti oldalról, de van egy nyitottsága, egy lelkesedése, ami meg tud fertőzni másokat is, és őt el tudjuk engedni egy kicsit, hogy ő fusson a szervezeten belül, és mi úgy szoktuk hívni, hogy készítsen egy ilyen lehetőségek térképét, tehát ahol ezt a három dolgot, hogy milyen adatból, milyen technológiából, milyen KPI-t próbálnánk megoldani, ebből ezt fel tud építeni egy ilyen sorozatot, és azt tudja mondani, hogy ezt rendezzük már fontosság, meg megvalósíthatóság szempontjából sorrendbe, és próbáljuk megtalálni azokat, amik ilyen alacsonyan függő gyümölcsök, mint ahogy itt tanult kollégám is mondta, akkor amentén már sokkal jobban kézzelfoghatóvá lehet tenni egy szervezetben azt, hogy itt hol vannak a lehetőségek. Mert nagyon, nagyon sokszor ez ilyen nagyon absztrakt beszélgetés marad a cégekben. És egyébként, amikor ilyen akár külső tanácsadóként is dolgoztok, akkor főleg ezt a tudást várják a vállalatok? Hogy egy ilyen roadmapet, egy mapet... Ennek az a megélésem, hogy főleg első körben egy ilyen átlátást, egy ilyen inspirációt várnak, hogy értsék már meg, hogy ez mi, és aztán, hogy értsék már meg, hogy ez most hogy lehet-e hozzáállni. Tehát most ez egy fel kell venni 5 PhD-st ahhoz, hogy ebből valamit csináljunk, mert arra nincs pénzünk, vagy itt a gyakornoknak szóljunk, hogy googlizni egy kicsit, és akkor az majd jó lesz. Nyilván egyik sem a jó irány, hanem valahol a kettő között van, csak ez a fajta banalitás és science fiction közelség, és óriási zaj, ami körül a mesterség és intelligencia körül van, ez nagyon nem teszi könnyű helyzetbe a cégvezetőket, hogy ők működtetnek egy már működő rendszert, ami igenis pénzt termel, mert különben nem működne. Tehát valamit tök jól csinálnak, és emellé milyen érteni valami tökulat, ami most ezt így teljesen kell fogja húzni, vagy az én vállalatomat is megeszi el Google-t, és általában nem. Tehát, hogy általában az van, hogy mi is tudunk használni, mondjuk útvonal optimalizálásra, egy flotta menedzsmentben, mesterséges intelligenciát, és általában ezeken a keresztül, a példákon keresztül kezdünk el beszélgetni, hogy hú, hát ilyesmi nálunk is, ja, hogy ezt ilyenre is lehet használni, ja, hogy ez csak ezt jelent, ja, most ebben mi a mesterség és intelligenciát, ez most csak egy optimalizálás. Hát igen, csak ez is az. Tehát egy kicsit ennek a hype-nak a gyakorlatba hozása az biztosan egy ilyen fontos feladat. Igen, én egy kicsit a túloldalát is látom, szóval előfordulnak azok a helyzetek, amikor látni egy bonyolultabb problémát, amiben már beleakadt a vállalat, és kifejezetten nem ereszt. Szóval, hogy van az a helyzet, hogy ezt valahogy mindenképp meg kéne oldani, mert ez itt a téma. Tehát, hogy sajnos jobb ötletünk már nincs, próbáltuk pajszerrel, nem ment, akkor próbáljuk mesterséges intelligenciával hátha. Tehát, hogy van ez a helyzet is, én ilyenekben is találom magam, amikor van egy erős gyanú arra, hogy valahogy egy adott problémát mesterséges intelligencia problémává tudnánk masszírozni,
és meg tudnánk oldani, de ez a valahogy, ez nem teljesen világos. Érezzük mi, hogy most éppen aktuális helyzet, hogy van egy csomó EEG jel, amiben igenis klasszikus statisztikai eszközökkel találtunk utalást arra, hogy bizonyos hatóanyagok az Alzheimer tüneteire jótékonyan hatnak, de hát ez a bizonyos. Szóval, hogy sejtjük, hogy van ott valami több, de hát nagyon komolyan kéne toolsetet váltani, eszköztárat váltani, és akkor ez is lehet egy ilyen felvetés. Ez a másik oldala annak, amit Gergő mondott, amikor tudjuk, mi van, csak hát kell az új eszköztár, és akkor általában például ebben kell egy kicsit segíteni, hogy és milyen specifikus hogy megfogalmazását kell adni a problémának, hogy azt már jól kezelje mondjuk egy mély neurális háló. Igen, ez a fajta üzleti problémából technológiai problémát csinálni, ez nagyon sokszor egy a legfontosabb része ennek az egész. Amikor mondjuk egy 10 napos kurzust tartunk Frankfurtba, akkor is mi is azt hittük, hogy már 5 napon keresztül már mindent elmagyaráztunk, és akkor csak ezeket a példákat most akkor oldjátok meg, hogy akkor itt van ez az üzleti probléma, akkor hogy lesz ebből technológiai. És azon elhasaltak az emberek. Tehát, hogy nagyon sokszor ebből sokat tanultunk is, hogy kell tanítani, hogy muszáj ezt egy kicsit így gyakorolni, hogy lesz ez a transformáció, hogy hogyan tudom a saját agyamba elkezdeni összekötni a lehetőségeket azokkal a megértésekkel, amik az üzlet felől jönnek. Tehát milyen lehetőségeket tenni arra a két helyre. Egy időben az már specifikál váljon, és akkor jöjjön egy okos technológus, aki ezt a konkrét problémát megoldja, és szuper boldog lesz tőle, hogy kapott végre egy értelmes feladatot. Jó, hát lassan a célegyenesbe fordulunk. Én arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy akinek még van esetleg kérdése, az nyugodtan dobja be, és akkor próbálunk erre válaszolni is. Én nekem még ugye annyi kérdésem lenne, illetve arról beszél még egy picit, ugye ti is azért beszélgetünk erről a témáról, mert egyébként ugye a Braining Hub-nak indul egy képzése március folyamán, ahol ti lesztek az oktatók. Egy picit, ha erről mesélnétek, hogy itt mit várhatnak a résztvevők, egyáltalán kiket várunk, milyen típusú embereknek lesz jó ez a képzés, és ők hogy fognak távozni. Ha erről meséltek egy picit, akkor azt megköszönném. Igen, talán én kezdem, mert én fogom kezdeni ott is a bemelegítő sort. Tehát, hogy az a cél, hogy első körben megértsük ezt, hogy mi ez a mesterséges intelligencia, milyen felhasználási területei vannak, hogy különítjük el ezt a hype-tól, és aztán elég sok use case-t fogunk végigvenni, hogy milyen use case-ek mentén lehet ilyeneket látni, hogy aztán egy picit ezt az ökoszisztéma mindsetet, ezt jól értsék, hogy hogyan lehet egy így üzleti problémát átfordítani azzal, hogy akkor ezt most meg lehet-e oldani egy meglévő startuppal, vagy egy termékkel, ami kim van a piacon, vagy vannak-e olyan használati modul, vagy olyan elérhető, ilyen előre csomagolt modulok, amikből össze lehet rakosgatni ennek a problémának a megoldását, vagy éppen hogyan tudom felismerni, hogy hát ez a probléma, ez bizony egyedi fejlesztésért kiállt, és ezért jobban felismerjük, hogy ennek nagyobb fejlesztési igénye lesz. Tehát ez az egyik ilyen nagy kalap, a másik nagyobb kalap, amivel foglalkozni fogunk, az a szervezeti aspektusok, hogy egy kicsit ez a digitális érettség modellhez hogyan viszonyul a mesterséges intelligencia, hogy különböző digitális érettségű szintű szervezeteknél tipikusan milyen problémák jelennek meg, amelyeket mesterséges intelligenciával lehet megoldani, vagy amelyekhez mesterséges intelligencia, tehát milyen fajta eszközöket érdemes ott használni, és akkor hogy működik az adat, vagy a menedzsment, meg az adatkezelés, meg a különböző szerepek, meg ahogyan induljunk el playbook-szerű dolog, tehát egy kicsit ilyen szervezeti, meg milyen üzleti problémákat, milyen technológiák tudnak segíteni fajta dologgal indulunk, és aztán átadom a Levinek. Uh-huh. Szerintem én inkább csak a röviden egészíteném ki annyival, hogy körülbelül annyi technológiai kitettséget próbálunk meg előhozni, hogy valahol egy üzleti szempontú gondolkodásban
a jó, kellő érzékünk meglegyen. Ehhez lesz majd egy csomó workshop jellegű tevékenykedés is, ahol megpróbáljuk a saját problémáinkon ezt így letesztelni. Tehát valahogy azt próbáljuk meg elérni, hogy emberek ténylegesen ne csak absztraktan gondolkodjanak dolgokról, hanem a saját bőrükön kezdjék el végig gondolni, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, és akkor ebből mit tudnak kihozni. Tehát szeretnénk valahogy így lehozni a földre ezt a témát. Talán ennyit tennék még hozzá ahhoz, amit Gergő mondott. Közben gyönyörűséges mennyiségű kérdésünk van. És akkor akiket... És akkor akiket várunk, szerintem az még fontos, hogy szerintem jellemzően valakik, akik vagy kisebb cégnek a felső vezetői, vagy nagyobb cégnek a középvezetői, akik úgy érzik, hogy nekik ebben komoly lehetőség van, akár saját karrierük szempontjából, hogy ezt a területet is kitanulják, vagy legyen egy értés, hogy ez merre van, és hogy ők szeretnének ez a fajta híd szerepben lenni. Mi ilyen oktatások során láttunk olyanokat, akik nagyon üzletfelől jöttek, és nagyon érdekelt őket ez, és ezt szerették volna felvenni, meg olyat is, aki nagyon technológia felől jött, és az üzleti oldalt szerették volna felvenni, de kettőjüknek eddig izgalmas volt. Akit nem várunk, az, aki mesterséges intelligencia kódolást szeretne most tanulni. Hát vagyis az nem, és megpróbálni megérteni, hogy hogyan fog összerakni egy tenzorflow-t. Azt nem erre a képzésre várjuk, igen. Nem erre a képzésre várjuk, egyébként különféle képzésekre adott esetben várhatjuk is, mert ilyenekkel is foglalatoskodunk. Én nagy előszeretettel, szóval én általában egy ilyen 10 napos bootcamp formájában szoktam különböző tortúráknak kitenni embereket, hogy a végén már deep learning képesek legyenek. Ez a nem túl kellemes, nehezen túlélhetően, de igen hasznos kategóriája, úgyhogy ez is egy létező sportág. Részben egyébként válaszolva is arra a kérdésre, hogy hogyan lehet elkezdeni. Az biztos, hogy intenzív, egy ilyen, hogy mondjam, valahol 100 és 200 óra közötti intenzív erőbefektetés, ha valakinek vannak programozási alapjai egyébként, és vannak data science alapjai, vagy statisztika alapjai, akkor egy kb. Ilyen 100-200 órányi intenzív erőbefektetés deep learning területre az már el tudja tolni addig, hogy onnantól kezdve cselekvőképes legyen, és akkor projekt. Szuper, köszönöm szépen. Akinek tényleg kedve támad, az nyugodtan látogasson el a Brain Hub oldalára, és itt láthatjátok a képzési információkat. No, és nézzük a kérdéseket, elég sok érkezett, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit majd szemezgetnünk kell ezekből. Első kérdés szerintem főleg Gergő hozzászól, hogy lehet most és milyen szinten bevonódni az EMMI koalíció munkájába? Lehet-e egyáltalán? Nem tudom. Igen, ez szintén AI be lehet abszolút. AI-hungary.com, ott az EMMI koalíció menüponton lehet megnézni azt, hogy lehet-e csatlakozni. Ez egy ingyenes regisztrációt jelent a cég részéről, cégeknek lehet bevonódni. Tehát a koalícióban cégek vannak, most 260 tagszervezet van körülbelül. Boa László a szakmai vezetője, egy nagyon elismert szakember az AI piacon, azt gondolom, sokan hallhattátok már a nevét, az IBM-nél volt korábban, és most alakul az ki, hogy a stratégiában lévő technológiákat, vagy irányokat, azokat hogyan tudja támogatni a koalitája, miben tudunk együttműködni, stb. Például magyar megoldásoknál én, amit ugye viszek, ez a nyelvtechnológiai projekt, hogy hogyan lehet abba bevonódni, hogy hol tartanak az ügyfélszolgálatok, milyen technológiák vannak, amelyek elérhetőek, ebből milyen open source és korpuszépítési fejlesztések szükségesek, a kutatási együttműködésekben, hogy lehet bekapcsolódni, ezek mind egy kicsit a koalíció kommunikációs csatornán keresztül működnek. És akkor gyorsan végigszaladok a többén is, amit a Gergő feltett jó sok kérdés, hogy az EMMI megoldások bevezetését tervezik-e a szervezetek bevezetni. Én azt látom, hogy nagyon sokan kerülgetik, és vannak, akik már indultak, azért még van ez a T-sex feeling, hogy mindenki beszél róla, senki nem csinálja megközelítés, de már egyre több olyan projektet látunk, ahol konkrétan elindultak. Sokszor inkább proof of concept-tel, de sokszor olyannal, ami már valós dolgot visz.
az AI karriernél nagyon elválik, hogy ez egy inkább AI üzleti karrier, tehát vagy egy AI kutatási karrier. Szerintem a PhD fokozat az ahhoz kell, hogyha nagyon kutatási dolgokat szeretnél csinálni, de egyre szélesedik az a piac, ami szerintem ahhoz kell, ami kifejezetten a ami kell, a, nem a PhD gondolkodás kell, hanem a jó, akár architekt, akár fejlesztő, akár ez a fajta hídember szerep. Egyiknek sincsen PhD-je, mind a ketten kacélkodunk vele folyamatosan, és mindig valahol azt tudjuk, hogy akkor időben ezt hova fogjuk elrakni, de ez inkább ilyen személyes passzió, azt hiszem. Vagy mindjárt ilyen, csináljuk az a PhD-ket, csak sosem. Igen. És a deep learning azért szerintem nagyon valódi kérdés, Levi nagyon a deep learningre hegyezte ki itt az elején az, hogy mi a mesterséges intelligencia. Most nagyon sokan erre fogadnak, hogy a deep learning ez, de azért ez még mindig egy szűk területe annak, ahol ma mesterséges intelligenciát használnak. Nagyon sok minden más is van, például hogy a szakértői rendszerek, meg a robotikának egy jelentős része az még inkább ilyen szakértői rendszerek. Tehát ugye mondta a Levi az elején, hogy lehet mesterséges intelligencia az, ami az emberek tudását reprezentálja, ez ugye a szakértői rendszer, vagy valami a tanulási képességét reprezentálja, ez a machine learning. És ezek némi kombinációja szokott működni. Azért a jövő az jó eséllyel a deep learning, és annak is mindenféle interpretáló változata. Tehát, hogy ezek most iszonyatosan működik. A mi startupunkkal az történt, hogy nem sikerült akkora traction-t behoznunk, amekkorát szerettünk volna, tehát hogy financially, tehát egy olyan kis ilyen, mondják ezt, ilyen frozen állapotba kerültünk, hogy nagyon sokan mondták, hogy ez de szuper, csak kevesen fizettek érte, és emiatt végül is így elakadtunk abba, hogy nem tudtunk úgy tovább menni, ahogy szerettünk volna, és emiatt 17-ben így nagyjából leállítottuk. 16 végén, igen, 16 végén. Az AI Partners az pedig egy ilyen, az pedig egy kis tanácsadó cég, tehát ott néhányan vagyunk csak, akik így inkább egy ilyen egyes problém projekteket viszünk. Legy valami kiegészítés? Hát igen, még hadd reagáljak erre, a mi a jövő, és a közelebb kerültünk ki az AGI-hez. A mi a jövő, erre az talán a jó válasz, hogy minden paradigmát túlhájpolunk, aztán csalódunk benne. Ez a mostanival is biztosan így lesz. Amit még nem látunk, az az, hogy a mostani paradigmának, mint deep learning, annak hol is van a vége. Tehát még nem egyértelmű, hogy falakba ütköznénk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek. Minden tudásnak van vége, meg van fala, meg hogy mondjam, jegenyefák sem nőnek az égig. De most még egy olyan dinamikus változata, olyan helyzetben vagyunk, ahol nem tudnám nektek gyorsan és egy mondattal azt mondani, hogy mi lesz az a probléma, amit már látunk előre, hogy deep learning-en nem fogunk tudni megoldani. A priori. El kell jussunk addig, hogy kifeszítjük eléggé ennek a határait, be kell verjük a fejünket egy-két kemény tárgyba, akkor majd bizonyára sokat tanulunk ebből, és majd lehet, hogy innoválunk, és egy vadonatúj paradigmát előrántunk, de ez nem most van. Szóval, hogy a belátható időn belül deep learning-en foglalkozni kifejezetten előrevívő. Erre talán ez a válasz, és hát, hogy az általános intelligenciához közelebb jutunk-e, mondom még egyszer, ha valaki megmondja nekem, mi az általános intelligencia, megmondom, közelebb jutottunk-e. Jó, azért Gyula is kérdezi ezt, hogy az Artificial Superintelligence tényleges megvalósítását célzó fejlesztések vannak a világban. Hát abszolút vannak, tehát hogy ugye sok kutatócég erre teszi fel a működését, így Csehországban is van egy, azt hiszem Good AI-nak hívják őket. Igen, igen. De ugye a DeepMind-nak is az a mottoja, hogy solve intelligence and then solve everything else with that. Tehát, hogy azért ők elég világosan letették a voksukat arra, hogy ők tulajdonképpen az általánosat szeretnék megoldani, csak mellesleg jöjjenek ki belőle olyan dolgok, amelyek másnak is lehet. És az, ami igen, a kontextus független program megoldás, az ez, tehát hogy ez az egy nagyon nehéz dolog. Van abszolút van ilyen. Sőt, több irány is van, valaki azt mondja, hogy inkább test alapú dolog kell, van, aki inkább a reinforcement learning alapú dolgot, van, aki a nyelv használatát és absztrakciós képességek
működtetésű teszi a középpontba, mint, tehát, hogy, de még senki nem ért oda, vagy legalábbis akkor nem szóltak, hogy már azon működünk. Hát ugye még egyetlen dolog, ami a neurális megoldások mellett szól, hogy persze lehet vitatkozni azon, hogy mi intelligensek vagyunk-e, de hogyha elfogadjuk, hogy mi azok vagyunk, akkor az egyetlen ismert példa az neurális hardveren fut. Szóval, hogy legalább ennyit kijelenthetünk, hogy ha és amennyiben ez intelligenciának minősül, amit mi elkövetünk, akkor na, ilyet valami neurális hardveren el lehet követni, tehát a remény legalább adott. Így van. Nem tudom, kihagytunk-e valamit, volt van itt a végén egy ilyen, hogy az érbevezetése lehet önálló szoftverrel, vagy meglévő rendszerbe integrálva kell megvalósítani. Ugye ez nagyon attól függ, hogy van-e olyan probléma, ami standalone probléma, és nem muszáj az adatokat adatforrásként berakni. Tehát mondjuk van egy ilyen, hogy Lead Crunch. A Lead Crunch azt csinálja, hogy ha feltöltök neki legalább 20 saját ügyfelet, B2B ügyfelet, akkor megmutatja, hogy kik azok a cégek, akik a leginkább hasonlóak azokhoz a cégekhez, akik nekem a legjobb ügyfeleim, és megmutatja, hogy milyen leadeket lehet hozzájuk szerezni. Ugye ez mesterséges intelligencia használat, de nagyon kevéssé integrált. Ugyanakkor mondjuk egy saját hidraulikus gép az elemzését és meghibásodásának az előrejelzését, azt csak saját rendszerben lehet megcsinálni, meg saját fejlesztéssel, mert ugye én terveztem a gépet, és nincsen senkinek másnak hasonlója. Tehát egy kicsit azon a skálán mozog ez a dolog, hogy a probléma, amit meg szeretnék oldani, az mennyire olyan, ami mindenki másnak is probléma, és ezért valószínűleg van rá általánosított megoldás, és mennyire az én speciális cégemnek, vagy az én adataimra vonatkozó probléma, és akkor ahhoz kapcsolódóan már egyre inkább egyedi, egyre inkább a cégbe integrált megoldásokat kell használni, de ami, így nagyon ilyen hüvelykúj szabályként, amikor van egy cég és már működik, akkor én először a belső rendszereket nézném meg, hogy azokhoz vannak-e olyan add-onok, vagy akár már integrátor modulok, amelyeket bele lehet, vagy amiket használni lehet ehhez. És talán a Rolandnak a kérdés, hogy a szkennel dokumentumó CRNLP, MR, AI kategóriába sorolás, ez egy nagyon vicces sztori, hogy az OCR is végül is, mint a felismeréssel történik, hogy a karaktereket felismerjük, ugye az abból az NLP, de azt már az OCR-ezést azt már nem szoktuk azt mondani, hogy mesterséges intelligenciát használ egy cég, pedig hát ugye attól függ, hogy mi a definíció. Ugye a ráépülő NLP, akár a ráépülő mondjuk robotika, és akkor a mindenféle megválaszolás, ez a különböző szintjei az automatizáció. Itt a kategóriában sorolás azt klasszifikációt. Nem biztos értem, hogy a végét, hogy nem ezt kell kategóriába sorolni, hanem az ebből kijövőt kell klasszifikálni. Persze, tehát hogy igen. Alapvetően... Hát ezek, igen, és akkor erre vonatkozik az előző. Aha, látom, hogy itt ha fel kell tenni konkrét kérdést, milyen AI-ML NLP technológiákat kéne választani, utána járni. Ehhez ezekhez én vagy az open source-okat, vagy a klasszikus IBM, Microsoft és társainak vannak ilyen blokkjai, amelyek ezeket már egészen jól tudják, de most például pont egy ilyen stackhez lévő open source modulokat is a Szegedi Egyetemmel, meg az Emilabbal közösen most kezdünk lefektetni, hogy ezek elérhetőek legyenek magyarul open source-ként is. Hát annyit hozzáteszek, hogy igen. Segítség, hogy technológiailag hogyan kezdjünk bele. Mi a kérdés? Levi, nyugodtan. Ja, hogy visszatérve az előzőre, igen, tehát hogy világosabban mondva, vagy open source Python alapú dolgok, most attól függ, mennyire érzékeny a klasszifikáció, tehát ténylegesen vagy klasszikus modellek, GenSim és társai, vagy Spacey és társai, vagy újabb neurális modellek és társaik. Tehát, hogyha ez a kérdés. Egyik oldal, másik oldal, meg igen, Gergő, azt szerintem hangsúlyozta is, de még egyszer ráerősítek, hogy egy ilyen jellegű feladatot, azt lehet, hogy én egyszerűen platformról megvennék, vagyis ugye elballagnék Microsoft, IBM, Google, Amazon négyeséhez, és megnézném mind a négynek, hogy vannak olyan szolgáltatásai, amihez én föltöltöm az adatomat, és visszakapom az eredményt. Függ ez persze attól, hogy sas, magyarul, nem magyarul.
igen, sas, akár, de hogy az is kérdés, hogy ugye milyen nyelven van, vegyes nyelvene, vagy csak magyarul, vagy csak angolul, tehát részletekben bújik el az ördög, de mind a két irány járható. Utolsó kérdés. A legnagyobb a magyar nyelv az egy nagyon trükkös. Vagy utolsó kérdésként még a csetbe is érkezett egy kérdésünk, hogy azt látjátok-e esetleg, Gergő? Itt a Covid következtében kezdett el gőzerővel digitalizálni sok cég, és itt széles körben ugye AI megoldások gyors enyhülést hoztak, például OCR, mondjuk Tesseract plusz dokumentum klasszifikáció, mondjuk OpenNLP kombinációval. Ez ugye bárkinek, ahogy ti is említettétek, elérhető. Ezen egyszerű belépési küszöbről mi a beszélgetők véleménye? Hát először is, hogy nagyon-nagyon örülünk, hogyha ha az emberek erre rádöbbentek, és elkezdik használni. Másodszor is, mondom, a magyar nyelv az még egy kicsit tud borsot törni az ember orra alá. Egy 4-5 évet töltöttünk el magyar NLP-ben, néha vannak vele bizonyos rigolyák, tehát hogy egy picit mindig vigyázzatok a magyar esetén, angol esetén minden tényleg nagyon-nagyon szépen kidolgozott, de azt kell mondjam, hogy igen, tehát hogyha jól meg lehet fogni, tehát itt a vége volt nekem az érdekes, hogy és a vége az egy klasszifikáció. A vége az valami jól ismert osztályok közti osztályozás. Ha ilyen szintig meg lehet fogni az üzleti problémát, már örülünk, mert akkor alacsony a belépési küszöb. Ha nem tudjuk ilyen szépen megfogni... És van egy tanítóadatunk. És van persze tanítóadatunk, igen, ez világos. De hogyha ezt nem tudjuk így megfogni, hanem azt mondjuk, hogy de hát abban a folyamatban valahogy segítenie kéne, ott szokott általában baj lenni. Tehát ott érdemes megint nekifutni ennek a problémának, hogy lehet, hogy ez nem egy klasszifikáció, hanem lehet, hogy unsupervised learning, lehet, hogy mit tudunk csinálni. Szóval, hogy örülünk, ha ilyen konkrét a feladat, tök jó, ha van, akkor tényleg alacsony a küszöb. De másik oldalra meg szerintem pont ezzel nagyon egyetértünk, hogy ilyen fajta alacsony küszöbök keresni első körben, amelyek könnyen forintosíthatóak, és az a konkrét üzleti folyamat problémáira válaszokat tudnak adni, és nem megijedni attól, hogy esetleg ez, úristen, ez AI, vagy pont az, hogy én nem keresetek AI megoldást, mert pici vagyok, vagy nem tudom éppen, vagy ennek a processnek nincsenek nagy büdzséi, hanem pont bátran, pont így, ahogy itt most a kérdező is írta, bátran nekiállni annak, hogy igenis lehetnek olyan eszközök, amik alacsony belépési küszöbbel nagy hozzáadott értéket tudnak adni, tehát érdemes elkölteni rá legalább a felfedezési erőforrást.